Szinte példa nélküli, hogy egy szexed méretű vidéki városban egy baráti társaság által kezdeményezett kupát közel másfél évtizeden keresztül minden esztendőben megrendezzenek, pedig a Sprinterek nevű darts versennyel éppen ez a helyzet. A baráti összejövetelként indult verseny az évek alatt igazi országos jelentőségű sporteseményé nőtte ki magát. 14. alkalom már, úgyhogy először 10-en indultunk. Aztán 15-en így fejlődtünk tovább, és végig kinőttük magunkat, most már 60-an indulunk ezen a versenyen. Ez Liska Baja Pál. Ő a mi egyesületünknek a tagja, és 2006-ban kitalálta, hogy bár mi minden hónapban csináltunk egy házi versenyt, ami csak az egyesület tagjára vonatkozott, hogy ő a saját vállalkozásából indít egy, amit ő szponzorál. És ezt 2006-ban elindította, és idén pedig ez már a 14. alkalom, amikor minden évben megrendezésre kerül a Sprinterek kupa, másnél a Baja kupa, és én mint elnök segítek a lebonyolításában. A verseny töretlen népszerűségét jól mutatja, hogy itt minden esztendőben több kategóriát is indítanak a szervezők, nevezések pedig az ország szinte valamennyi részéről érkeznek. Pont ez a szép ebben, hogy az amatőrök, tehát a kezdőktől kezdve, a hölgyektől, a profikig együtt indulunk. Az egész verseny olyan, mint egy nagy család. Itt mindenki segíti egymást, támogatják egymást, úgyhogy mi jól érzük magunkat most nagyon is. És jól játszunk. Ami jellemző egyébként ugye a dáncra, itt baráti kapcsolatok szövődnek. Nyilván itt, mivel kocsmában vagyunk, tehát visszatérünk ahhoz, hogy itt mi még nem tiltjuk meg azt, hogy ne lehessen alkoholt fogyasztani, tehát azért lehet egy minimális kis alkoholt is fogyasztani, ami rányomja a hangulatát, a jó kedvet. A verseny indulói között a profik mellett egészen fiatal játékosok is vannak évről évre. Fricsi Szabolcs János még csak 13 éves, de már évek óta állandó résztvevője a kupának. Hát ez úgy kezdődött, hogy 6 évesen anyukám elhozott ide, és nekiálltam dartozni. Először még nem értem fel a táblát, és segítettek. Aztán következő évben meg már sörös rekeszről húztam ki. Most meg már ugye megnőttem, és most már felérem. Mert anyukám dartozott, meg dartozik, és akkor megtetszett. A mezőny az erős, szóval jó pajakba lesz idén is.